No, megyünk tovább. Lassan olimpiai faluvá fejlődik Budapest. Igaz, Magyarország visszalépett a 2024-es rendezéstől. Az erre szánt forrásokból ugyanakkor újabb és újabb sportlétesítmények nőnek ki a földből. Dénes Ferenccel beszélgetek, nem sokára előtte mutatunk egy rövid összefoglalót. Bár Magyarország kiszállt az olimpia rendezésért folyó küzdelemből, a rászánt pénz fele mégis elment a létesítményekre, írja a hvg.hu. A portál szerint Budapest és a kormány már 360 milliárd forintot elköltött vagy elkülönített egy olimpia lehetséges helyszíneire. A három legfontosabb szintér megépült, vagy jelenleg is folyamatban van. A Duna Arena 46 milliárd forintot kóstált, míg a Puskás stadion költségei jelenleg 190 milliárd forintnál járnak. A Csepeli atlétikai stadionra is 21 milliárd forint folyt el eddig. Bár a Momentum 2017-ben megtorpedozta az olimpia rendezést, a sportlétesítményfejlesztések azóta is dübörögnek. És akkor a stúdióban Dénes Ferenc sportközgazdász, jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ezt a 360 milliárd forintot reális összegnek tartja? Hát ez a szám van, tehát más összeggel nem tudunk dolgozni, mint amit a kormányzat mond. Jó, nem, mert arra gondolok, hogyha más országok, ahol már volt korábban olimpia, ezeket a számokat nem lehet összehasonlítani. Egészen mások az építési költségek, nem tudjuk, hogy mit számolunk bele, mit nem számolunk bele. Ugye ennek egy jelentős része nem befejezett beruházás, mekkora lesz a végösszeg. De egyébként, hogy is mondjam, nagyságrendileg arról van szó, amennyit egyébként az olimpiai pályázat mondott. No, amikor ugye egy országban elkezdenek azon gondolkozni, hogy majd lesz itt olimpia, akkor ugye nyilván okos emberek, nagyon okos emberek végig gondolják azt, hogy milyen létesítményekre van ugye ehhez szükség. Itt ugye most a HVG összefoglalása alapján ugye három fő csoportra bontották ezeket a beruházásokat, olyan fejlesztéseket, amelyeket egyébként is megvalósított volna az ország, aztán a második kategória az új létesítmények, ami egyébként tényleg mondjuk akár egy olimpiához szükségesek, vagy infrastruktúra fejlesztés, mert ugye ez előbb-utóbb összefügg. Ezeken a területeken Magyarország jó, hogy egy kicsit, nem tudom, megelőzi a korát a tekintetben, hogy bár nem tudjuk, hogy mikor lesz nálunk olimpia, de egy csomó dolog már elkezd épülni. Egyértelműen látszik a pályázatok, a sikeres olimpiai pályázatok kapcsán, hogy makettekkel már nem lehet versenyezni. Tehát jelenleg számomra egyértelműek azok a folyamatok, amik történnek. A kormányzat részt kíván, tehát mindent megkíván építeni, nem minden természetesen, csak egy jelentős részét azoknak a sportlétesítményeknek, amelyek az olimpiához szükségesek, és egyébként világos képpel akar rendelkezni arról, hogy ha megkapjuk a nyári olimpiát, egyelőre erről beszélünk, akkor pedig milyen típusú egyéb infrastruktúra fejlesztések lesznek, ezeknek egy részét pedig, ahogy én is olvasom, meg is kívánja valósítani. Igen. Melyek lennének a legköltségesebb beruházások? Van erről bármilyen információnk, tudásunk? Hát a legizgalmasabb ugye ez a Budapest déli városkapu program, amely most ugye egy diákszállásnak épül, egy 12 000 férőhelyes diákszállásnak épül kollégiumnak, de hát ránézésre is alkalmas, és eredetileg is tervezve volt egy olimpiai falunak. Ott van az olimpiai megnyitó helyszíne a budapesti atlétikai stadion, amit szintén meg fogunk építeni, de egyébként ez egy óriási beruházás, megint nem csak sportberuházásról van szó, hanem egy városfejlesztésről is. Amúgy, hogyha az ember mondjuk ellátogat arra a környékre, azért azt látná, nem, hogy amúgy ez egy olyan része a városunknak, mármint Budapestnek, amire a fejlesztés amúgy is ráfér. Olimpia lesz, vagy nem lesz? Abszolút. Itt mindig az a kérdés, hogy ugye, nézd, én nem tudok kibújni a bőröm, sportközgazdász vagyok, igen. Megéri, nem éri meg, hogy ezek a pénzügyi mutatók hosszú távon hogy alakulnak. Ez az egyik fele. Másik kép is lehet számolni, hogy milyen típusú társadalmi hasznok vannak, és ezeknek valamilyen típusú beárazása. Ha már éppen ezt említi, Dénes úr, ugye akkor pont mondhatnánk az infrastruktúrális fejlesztéseket, hiszen azok ugye megmaradnak, azok mindig a közlekedőknek a javát fogják szolgálni, függetlenül attól, hogy mondjuk az olimpia már rég lefutott, vagy sem. Ez igaz, azért számoljunk, tehát ettől még nem iktattuk ki a számokat, bár erre van egy kísértésünk. Jó, tehát jobban megéri beruházás tekintetében, mint mondjuk, amit nagyon sok ország már megsínylett, ezek a bizonyos olimpiai falvak, vagy legalábbis volt néhány ilyen ország, ami megépült egy csomó pénzért, és utána az enyészeté lett. Pontosan,
pont erről beszélnünk, hogy megépülnek ezek a létesítményeink, mi fog vele most történni, esetleg olimpia nélkül, hiszen legkorábban 2032-ben lehet olimpia nálunk, addig van egy kis idő, tehát addig itt ezeket a létesítményeket üzemeltetni kell. Nagy kérdés, hogy hogy fogjuk tudni ezeket tölteni, mennyi lesz ennek az üzemeltetési költsége, fenntartási költsége, karbantartási költsége, és ez már csak egy mintegy 6 év múlva lesz tétel, amikor 2020-ba, ha akkor beadjuk a pályázatot, elkezdünk azon társadalmilag vitatkozni, hogy ezeket a költségeket, amiket most a fenntartásra kell költeni, azokat hozzáadjuk egy leendő olimpia költségekhez, vagy nem. Rugalmasabb lenne egy ország lakossága ön szerint akkor, amikor azt látná, hogy újra pályázunk, de már úgy pályázunk újra mondjuk egy olimpiai megrendezés jogára, hogy egy csomó fejlesztést, infrastruktúrális fejlesztést, sportberuházási fejlesztést már megvalósított az ország. Egy kicsit úgy látja mindenki, hogy jó, de akkor azokat már nem kell megcsinálni, mert megvan. Hát majdnem, hogy egy irányú utcába kerülünk ezzel, hiszen adottak lesznek ezek a létesítmények, amelyek itt fognak állni, amelyek valami, még egyszer mondom, fenntartási költséget igényelnek, amihez csak hozzáadni tud egy olimpia, elvenni semmiképpen nem. Tehát az egy nagyon erős érv lesz akkor, amikor emellett fog érvelni valaki, hogy rendezünk olimpiát, hiszen vannak létesítmények, ezek tudnak most pénzt termelni. Ha nem rendezünk olimpiát, akkor viszont pénzt se tudunk. Jó, termelni. De most a Duna Arénát nem egy olimpiára építettük meg, a Puskás Ferenc Sportarénát nem egy olimpia miatt kezdték el felépíteni és jön létre. Ugyanakkor tudják hasznosítani. Ez kérdés, hogy mert én azt látom megint a saját szemszögéből, vagy abban a szempontból, amikor azt mondom, hogy valaki olimpia párti, hogy okosan megépítünk mindent, de már arra figyelem, nem tudjuk, hogy kellett-e volna egy 60 ezres stadion, szerintem igen, hogy kellett volna egy ekkora úszoda, ha nem olimpiai a végcél, talán igen, talán nem, teljesen mindegy. A magyar kormány most úgy építkezik, hogy minden olyan létesítmény, amit megépít, nagy létesítményként alkalmas legyen olimpiára. Jó, és hogyha onnan közelítjük meg a dolgot, hogyha ezek már megépülnek, akkor utólagosan kellő kihasználtsággal tudnák ezeket a létesítményeket üzemeltetni, kihasználnák, vagy akár olimpia nélkül is? Ez elválik, én azt látom, de mindenki ezt láthatja, hogy a magyar sportdiplomáció óriási erőfeszítéseket tesz azért, hogy nagy világversenyeket rendezünk, hiszen ebben az évben is rendezünk 4 világbajnokságot. Hogy ezek képesek-e nyereséget termelni, vagy nem, az részben számítás kérdése, hogy mit számolunk költség oldalra, mit számolunk bevétel oldalra, másrészt azért az eltagadhatatlan, hogy ezeknek van egyfajta szinergiájuk. Ha nagyon sok világversenyt rendezel, akkor bekerülsz egy olyan körbe, ami turisztikai desztináció is lehet. Ezek az állítások szerintem megalapozottak. No, hogyha már ugye ezeket említjük, akkor mondjunk néhány dátumot, ami most biztosnak tűnik. Ugye 2023-ban atlétikai világbajnokságot rendezünk, aztán van egy kézilabda EB, ennek a dátuma 2022, és az bizonyos Makabi játékok, ez pedig 2010, ez idei évre vonatkozik. És akkor tettük hozzá, például semmi más nem mondok, csak az asztali tenisz világbajnokságot idén, amit én fontos dolognak tartok, mert egy olyan földrajzi helyhez tudjuk eljuttatni az üzeneteinket, Ázsia, ahol nagyon nehéz bekerülni a hírvilágba, és azért már elnézést kérek, nem egy falunyi méretű emberről beszélünk, hanem néhány milliárdnyi emberről beszélünk, és Kínát beleértve, Japánt beleértve, esetleg Indiát is beleértve. Tehát például az asztali tenisz világbajnokság nem önmagának volt a sportértéke fontos, az is fontos, nem elvitatva, hanem még egyszer mondom, a sportdiplomáciánk nagyon tudja használni. Értem. Mit kellene csinálni a Magyarországnak ahhoz, hogy elfogadhatóbbá tegyen mondjuk egy ilyen beruházás? Most azért kérdezem önt, mert ez egy sportközgazdász, nyilván van egy csomó nemzetközi tapasztalat ilyenkor valakinek a fejében, hogy igen, így csinálták ezt Angliában, Németországban, Franciaországban, bárhol a világon, ahol már volt olimpia, hogy egy kicsit előre menekültek. Még egyszer mondom, tehát szerintem most jobb helyzetben és átgondoltabban menedzseli a folyamatokat az, akinek ez a feladata. Itt nagyon sokat nem, de legalább egy fél tucatnyi célt meg lehetne fogalmazni, amikor egy társadalom egy ekkora feladatra vállalkozik, hogy olimpiát rendezzen. Lehet tisztán gazdasági érdek, például ugye Los Angeles, vagy akár a 2028-as, még egyszer Los Angeles-i olimpia, vagy Atlanti olimpia, lehet turisztikai fejlődés, lehetnek nettó politikai hatalmi szempontjai, mint
Kína, Peking, sokféle változás. Az én fejemben a londoni olimpia a legösszetettebb és talán példaértékű, amikor egyszerre definiáltak gazdasági és társadalmi célokat, és ezekhez vala világos és egyértelmű megvalósíthatóságot rendeltek. Reméljük Magyarországon is így lesz. Jó, hát egyelőre most ugye a számok függvényében beszélgettünk erről a várható jelenségről, mert hogy most lesz olimpia vagy sem, minden esetre a beruházások ugye elkezdődnek, vagy sok beruházás meg is történik. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Szívesen.